A Paks tehát 3-0-ra legyőzte az MTK együttesét a harmadik forduló nyitó mérkőzésén, és még nem forgott a kamera, amikor Garami József a meccs előtt azt mondta nekem, hogy szép-szép az az első két mérkőzés, de az már a múlt. Most pedig itt a jelen van, és mintha talán megérezte volna, hogy ez ma nem lesz sétagalop. Igen, hát számítottam arra, hogy a Paks az egy jó csapat, és jó játszanak. Azt is megemlítettem, hogy sokat számít az, hogy melyik csapat hibázik. Hát itt a nem tudom hányadik percben, az első percekben csináltunk egy nagy hibát, amiből gólt kaptunk, és utána Paks nyugodtan játszotta a játékát, ragyogóan védekeztek, és abból kontráztak, és hát természetes, ahogy megszületett a második gól, utána már a játékba is fölül kerekedtek. Hát úgy gondolom, hogy a Paks megérdemelten nyert, mi a mai nap gyengébben játszottunk. Igen, az az első gól, gondolom, hogy óriási sok hatás ilyenkor a csapatnak. Hát két perc után gólt kapni, azért abból nagyon nehéz felállni. Én úgy gondolom, hogy nem is a legfontosabb, hogy az, hogy tényleg a csapatot érte a második percben ez a gól és a hiba miatt, hanem az, hogy nyugodtan játszott a Paks, visszaálltak, nagyon jó védekeztek, erőszakosan futballoztak, és tulajdonképpen a támadásaink valahol általában elakadtak. Volt néhány lehetőségünk, volt egy nagy helyzetünk még az első félidőben, amit mondjuk illet volna berúgni, talán akkor változott volna a kép, de ez nem ment, aha, az nem játszik, és gratulálok a Paksnak, mert jól játszottak, megérdemelten nyertek. Köszönöm szépen, hát ez a közelgő születésnap úgy látszik, hogy megint nem hozott szerencsét, minden esetre nagyon boldog születésnapot kívánunk Garami mesternek, és köszönöm az értékelést. És érkezik ide mellém Csertői Aurél, még a két edző vált néhány szót, és Garami József gratulál a fiatal kollégának. Hát 2007 után sikerült legyőzni bajnoki meccsen az MTK együttesét. Hát gondolom, hogy nagyon-nagyon elégedett vagy. Gyönyörű, szép gólok, és hát mindent megvalósított a csapat, amiről előzetesen beszéltél, bár a forgatókönyv nem pont úgy alakult, mint ahogy arra számítottunk. A végeredmény a lényeg. Első fél időben 1-0-nál azért kellett egy kapus bravúr, de a második fél időben szenzációsan fociztunk. Akkor megérdemeltük, hogy nagy gólokat rúgjunk ellenfélnek, igazából a másik fél időben nem volt helyzete. Nagyon jól fociznak a srácok. Két szép gól, illetve három szép gól, mégis az ellenfél mestere a védekezést, a csapatvédekezést emelte ki. Nagyon fegyelmezett volt ilyen szempontból mindenki. Szerintem ez egy alapkérdés. Fegyelmezetten védekeztünk, de a támadásokat nem adtuk fel, ebből jól futballoztunk, néha látványosan is. Igen, hát ez az alap most minden bejött, tehát ezt meg kell becsülni. Tehát párosul a jó játék, a fegyelmezettség és a szerencse is. Ezt, hogy tovább vigyük, ugyanilyen melót kell beleülni a fociba. Most minden bejött, de azért, ha azt a számot nézzük, hogy a legutóbbi 9 bajnokiából 8-on nem kapott gólt a Paks, azért az egy elég komoly teljesítmény. Amikor kaptunk, az sokallom. Hát igen, hát jól védekezünk, ez pozitív, de az még pozitívabb, hogy azért 8 gólt rúgtunk. Második vagy a harmadik gól kedvesebb a szívednek. Nyilván mind a kettő teljesen más. A második az eldöntötte a meccset.